honnan mondjam újra? Megkövet onnan ki a fiúkat. Bence, nem akarsz itt megosztani valamit? Én semmit nem akarok ezzel közönséggel megosztani. Azzal sem. Nem véletlenül írok a zenéről, és nem zenélek. És ez maradjon is így. Bennem végig volt egy ilyen félelem, hogy de mi van, hogyha komolyan gondolják? Titkos mappába kell tenni a lejátszási listánkon. Ott van, csak nem mutatod meg a haverjaidnak. Ugyanúgy, ahogy a Sorbon se rád vágyik feltétlenül Rolex, szerintem a fiúk sem. Tudjátok, támogassátok a jó embereket. Szevasztok, itt vagyunk megint egy újabb adással a Fű alatt kritikusanban. Itt van velem Penke Bence. Hello, sziasztok! És a Főni Balogh Rolek. Ciao, ciao! És még mindig vannak anyagok, amik jönnek, tengád, úgyhogy még mindig tudunk miről beszélni. Megjelent nem olyan régen például a Sorbon Szexuálnak az új nagylemeze, az Amíg álmodik, ami egy ilyen nagyon tipikus magyar alter cucc, és amúgy, amíg hallgatom ezt a lemezt, folyamatosan az a kérdés ugrik be az, erről a zenekarról, hogy őket miért nem ismerjük jobban valahogy, valahogy annyira olyan zenét játszanak, aminek itthon óriási táptalaja van, és én azt érzem rajtuk, hogy ezt még mindig nem sikerült áttörniük a közönségi gátakat. Nektek ez eszetekbe jutott? Én nekem egyébként igen. Én is a Sorbon Szexuálnak így a neve, az már nagyon régóta nekem is benne van a fejemben, de úgy, hogy nem voltam egy koncertjükön sem, és nem is nagyon láttam, hogy így szembe jött volna velem egy új megjelenésük, vagy egy új koncertjük, de hát így tudtam róluk, hogy vannak, de nem tudtam, hogy mit és hogyan. És egyébként igen, tehát abból a szempontból tényleg lenne helyük bőven akár nagy színpad tehetségkutatókon, akár Petőfi Rádióban, akár itt-ott. De szerintem majd egy picivel később, hogyha jobban belemegyünk ennek az albumnak a tárgyalásába, akkor elmondom, hogy szerintem ez miért került el őket most. De az biztos, hogy ez egy egész jó bejelentkezés volt. Abszolút, abszolút, abszolút. Most ha érted, engem kérdezek konkrétan, hogy a magyar alter, érted, én ezen nőttem föl, szóval nekem ez olyan szempontból, hogy is mondjam, nem lenne újdonság, hogy hú, hát hallgassunk magyarul. Tehát a kérdés szerintem inkább jelen esetben Sorbon Szexuál ügyileg az, hogy eltalálod-e a népléleket, tehát hogy mindenképpen nagy közönségnek szeretnél szólni, vagy van egyébként egy olyan réteg közönséget, akit inkább meg akarsz szólítani. Én bevallom őszintén, ez a legnagyobb bánatomra, meg a legnagyobb szomorúságomra, de én mostanában kicsit azt érzem, hogy ez az abszolút kicsit így a 90-es évekből táplálkozó magyar alter, hogyha nagyon be akarunk határolni dolgokat, ez manapság nem feltétlenül örvend akkora sikernek, mint mondjuk nem tudom én 20 évvel ezelőtt. Tehát itt is meg kell nézni, de mondom, személy szerint én imádom őket, mert a tini koromnak szól, tehát abszolút nekem ezek ismerős dallamok, hangulatok, úgyhogy a magam nevében nálam betalál, az más kérdés, hogy nagy közönségileg hogy állunk. Igen, de hogy valahogy nekem nagyon érdekes, mert hallgattam a lemezt, és most lehet, hogy meg fognak kövezni a srácok, és biztos nagyon sokat feljön, de azért nagyon erős 30Y flash-eim voltak. Főleg, amikor még az is elhangzik, hogy városemberek vagyunk, tehát, hogy de nem csak a szöveg miatt, hanem úgy a dallamvezetésekben, a tök sok helyen a vokálok, és hadd egészítsenek ki, jaj, bocsánat, azt hittem, hogy ez egy olyan szünet, amiben megakaszthatlak, bocsánat, csak mert én majdnem ugyanezt írtam fel magamnak. Nekem az egész végighallgatásra olyan volt, mintha az Intim Torna Illegál akarna feldolgozni 30Y szöveget, vagy 30Y dalokat. És ezt egyáltalán nem bántásból, tehát ez tényleg ilyen nagyon pikír, meg ilyen hehehe-ként hangozhatott, de ebben én tényleg azt is értem, hogy és mind benne van a mindkét most általán megidézett együttesnek az erősségei és hátrányai is szerintem ebben a
Igen. És ha még van mondani valód, akkor bocsánat, kérdezem. Igen, tehát hogy egyébként én ehhez azért nem csatlakoznék, mert én a másik zenekarral mindegy, kicsit hadilábban állok, de hogy ez szerintem egy tök jó, tényleg egy nagyon-nagyon jó alterlemez, egy nagyon-nagyon jó alter zenekartól, akik már nagyon régóta csinálják a dolgaikat, és amit rólek mondott, hogy valahogy nem találja be a néplelhet, vagy nem, én nem tudom, hogy ez miért van, mert szerintem az amúgy nem igaz, hogy nem megy most az alter. Figyelj, na most nézzétek, szerintem a magyar alter bármennyire is, ez már kicsit kezd nosztalgia történeten. Tehát az a helyzet, hogy én legalábbis azt érzem konkrétan, hogy már bocs, az ilyen 30, már inkább 40-es korosztálya az, akik talán egy kicsit jobban fogékonyak. Erre, hogy mondjam, azért itt is vannak árnyalatok. Ez egy, szerintem egy viszonylag nyers zene, tehát egy viszonylag ilyen nyersebb történet, azokkal a hungarikumokkal, hogyha fogalmazhatok így, amik ezt a szénát stílust jellemezték, és amiket itt előzmény zenekaroknak mondhatók, ugye a Intim Torna, a 30X-on, abszolút igazatok van, én is érzek, megéreztem ilyen behatásokat. A kérdés az ad nyilván, hogy ezen az úton mennyire akarunk haladni, vagy mennyire nem. Egyébként visszatérve egy kicsit a lemezre, nekem tök koherens az egész anyag, így egyben, viszont a koherenciában, tehát hogy ennyire már-már picit homogén a történet, én beleképzelnék, és így elbírnék viselni ilyen kikacsingatásokat, meg ilyen kicsit ilyen atipikusabb dolgokat, amik szerintem jót tennének egy szorvon szexuálnak. Mert egyébként meg baromi jó a lemez. Igen, egy modern lemezt hallunk egy posztmodern világban, most már ugye inkább posztmodern modernitása vagyunk, vagy nem tudom, hogy most éppen melyik posztnak melyik kézében vagyunk, de én is azt érzem, hogy így egy ilyen egy nem tudom, mindsettel lemaradva van ez a műfaj. Tehát nem ők, hanem egyszerűen ez a zene, ez tényleg nagyon 90-es évek, vagy igazából nem is az évek, hanem az ingerküszöb, nem tudom pontosan megfogalmazni, de valahogy olyasmi, hogy így ezeket már így mind hallottuk, ezt már így mind láttuk, ezen az ebből az életérzésből már így túl telítődtünk. Vagy vannak emberek, akik könnyen túl telítődnek ezzel az érzéssel, és ezért tudnak egyébként jönni, most nem akarok visszautalni a korábbiakra, vagy a korábbi adásokban kitárgyalt emberekre, de legyen szó Krugiról, vagy azért még ma is fogunk beszélni olyan határokat feszegető, meg komfortzónákon átlépő produkciókról, ami 2020-ban sokkal jobban megvizsergeti az embereknek a valamiét, és jobban odafigyelnek a produkcióra. És lehet, hogy ez a szerencsétlensége a Sorbonnak, hogy ők csak rohadt jók egy olyan világban, amikor ez már kevés. Egyébként ezzel nagyon nehéz vitatkozni, mert hogy tényleg hogy maga a lemez, az bármennyire is rohadt jó. Nagyon sok olyan dolog, amit nem hallottam, az nincs. Ez az egyetlen érdekesség, ami nekem nagyon tetszett, ez a, nem tudom, néztétek, hogy ez a gifes megoldás vizuálnak, hogy kicsit végigmenjen a YouTube-on, bár egyébként abban meg pont ezt a nagyon modernitást érzem, hogy ami egy kicsit elütött a zenétől, de összességében, igen, ez benne van, hogy a Sorbon csak rohadt jó. De annak tényleg nagyon jó. Meg ami nekem még eszembe jutott, és ez nem csak és kizárólag a Sorbon szexuállal kapcsolatban, hanem egyre gyakrabban más előadóknál is, vagy ismerőseimnek a produkcióinál is, hogy, és inkább a véleményeteket, vagy meglátásokat kérdezném, mert ez szerintem csak ízlés, és az én ízlésemről beszélek itt most. Én elkezdtem valahogy, vagy elkezdett engem hidegen hagyni az olyan dalok, amiknek a szövege ilyen nagyon szép lírai és költészet. És akkor a lírai énnek így mond valamit. Szépen, ahogy a madárka kiszáll lelkemre, száll a rózsa, blablabla, bla, 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 ezek a dolgok, amik így szépen nagyon mennek, és nagyon szép költői képek és fordulatok vannak benne, de valahogy engem nem tud megérinteni. Pontosan azért a személyesség miatt, ami az ő nem tudom, metaforái, meg az ő képei, meg az ő lelkének a lírája, az engem könnyen hidegen tud hagyni, hogyha három egymás után hallok egy... Na, hogyha három ilyet hallok egymás után. Nem tudok kapcsolódni. Nem, igazad van, figyelj, nem tudom, valaki írta mostanában nálunk, hogy
a helyzet az az, hogy azért ahhoz, hogy egy szép lírai szöveg beüssön, ahhoz előbb pofán kell baszni az embert, és akkor majd utána a simogatás is betalál, abszolút igazad van. Itt is figyelj, szövegnél is szerintem azért fontos, mondjuk hozzáteszem, hogy én mindig az ilyen idióta elmebeteg, akár összefüggéstelen, semmiképpen semmilyen nagyon szép, míves, rímes, inkább katartikus és kijózanító szövegeket csippantottam, de tényleg szövegben is néha egyébként jó-jó úgy odarakni némi nyerses mocsokságot, hogy utána legyen mondjuk a lírának is valahogy egy ilyen, hogy mondjam, tapadjon hozzád. Ebben egyetértek. Hát igen, de azért mondjuk ezt felvezették a srácok, pont az ilyen, például a boldog az, aminek meg fajék egyszerű a szövege. És valóban az sokkal inkább megjegyezhető, mint az összes többi dal, de szerintem az pont ez a rész, amiről ti beszéltek. De hát nem tudom, lehet, hogy tényleg akkor a Sorbonnak ez a pekje, amit Penke mondott, és ez... De nem igaz, figyelj, nem igaz, korombelieknek kell egy kicsit meglovagolni a faktort, és szerintem itt. Minden 20-as évei taposó zenész arra vágyik. Figyelj, teljesen jó. Jó, hát figyelj, miért vannak olyan 40-es előadók, akik meg a 10 éven aluljakat célozzák meg, szóval ez is teljesen oké. Például, tessék, ez egy nagyon jó hasonlat volt. Hát... Nem akartam ezzel abba hagyni a Sorbon témát, de azt hiszem, hogy ettől többet nem tudunk elmondani az, amíg álmodikról. Szerintem összességével ettől függetlenül tényleg egy pacekalter lemez, csak valami még kell bele. Van a Sorbon lemezen kívül egy olyan újdonságunk, amiket mostanában elég sokat láthatunk. Jön a kedvenc témám, mert hogy a Long Story Short készült egy karantén klippel. Van jó karantén klip? Figyelj, nézd, ez a klip szerintem lehet egy karantén klip paródia is egyébként. Most akkor érted, akkor kiparodizáljuk a paródiát. Tök érdekes, mert abból a szempontból nekem egy kicsit, hogy mondjam, viccesnek tartom ezt a klippet, hogy ha már itt beszéltünk az előbb a 90-es évekről, akkor itt is kicsit van egy ilyen nem tudom, ez az amerikai külvárosi, kertvárosi punk-pop cucc, ami ugye így nagyon ült ilyen Weezer, meg ilyen történetek, ilyen nem tudom, ilyen úristen, most nyomhatnátok itt a tini filmeket egymás után, amik így 99-2000 körül nagyokat mentek, a amerikai pitétől kezdve a nem tudom, a kultúráig, és van benne egy ilyen izé. Most, hogyha a klip, ezt figyelj, nekem a klip eleje az nagyon tetszett, az első poén az nagyon ült, onnantól kezdve pedig én nagyjából úgy éreztem magam, mint egy paródiában, amiben volt némi komolyság is, de mivel egy punk-pop történetet látunk, ezért ne vegyük komolyan. Nálam ennyi. A kérdésed, hogy van-e jó karanténklip, én valószínűleg megengedőbb és megbocsátóbb vagyok, mert nekem ez tetszik. Tehát nekem pont ebből, ugyanebből a paródia, vagy szatirikus, vagy önmagunkat nem komolyan vevésből adódóan, ez tényleg pontosan tetszik. És eznek, tehát, hogy ez meg a jég egy csúcsa, hogy mennyire ilyen hát hogy mi ez a jó szó? Tehát ilyen gagyinó adják meg ezeket a klasszikus lirik videós kliséket. És teljesen felvállalva. És tök kreatívan. Tehát ebben benne van. És egyébként, ezt nem tudom, hogy ti tudjátok-e, a Kovács Tomi, a Long Story Short-nak a dobosa, mi zenéltünk sokat. Mi két évet együtt zenéltünk a Tomival. Ő volt a mi együttesünkben is a dobos, úgyhogy nagyon meglepetés volt. Várjál, nem a... Bence, nem akarsz itt megosztani valamit? Én semmit nem akarok ezzel közben megosztani. És a közönséggel. Azzal sem. Nem véletlenül írok a zenéről, és nem zenélek, és ez maradjon is így. Inkább a cikkekről emlékezzenek ránk, meg erről a csodás beszélgetésről emlékezzenem bárki, aki már ideig eljutott. Aki még nézi, azt ne itt kapcsolja ki. Viszont várjál, mielőtt kikapcsol. De hogy épp azért nekem is egy csomó ismerősöm ott izé hajol ki az ablakon, meg öltözkedik a ruhánk, úgyhogy nagyon vicces volt ezeket látni, és tényleg csodálatos ötlet, de bocsánat, elfogultság nélkül mondtam azt, hogy szerintem nagyon jó az ötlet és a koncepciója. Igen. És akkor várjál, hallgassuk meg, mielőtt bárki kikapcsolna a karanténklippek nagy professzorát, Bódó urat, hogy neki mi a véleménye erről a karanténklipről.
Hát én az egész műfajért oda vagyok, tehát... Nyilván. De azért bennem végig volt egy ilyen félelem, hogy de mi van, hogyha komolyan gondolják? Tehát, hogy jó, neked kell lehet, hogy így könnyű, hogy te ismered őket, de azért én így néztem, hogy hát az benne van, hogy ezt komolyan csinálták. És akkor mi van? Hú, az egy nagyon hosszú másik adás témája. Sokat fogunk sípolni. Nem, egyébként nagyon sokat hozzátett az, hogy a premier cikket elolvastam, meg amit a srácok mondtak a dalról, és hogy ezt nyilván ezeket a klippeket amúgy a helyzet szüli, de hogy az új lemezről nem is ehhez a dalhoz akartak, hogy tök jól passzol magához a szituhoz a szám. És így egyébként tényleg meg jó megoldásokkal van ez megcsinálva, és vicces, tehát tényleg többször, több jelenet van, amikor azt éreztem, hogy jó, ez tényleg vicces. És emiatt ez becsúszik abba a határba, hogy a helyzet miatt ezt elfogadom. Tehát, hogy... Figyelj, paródia, tényleg vicces, paródia, bár jó, poéna, nem kell többet. Igen, tehát hogy egy pop-punk cucc, amit nem kell, nem szabad véresen komolyan menni, és annak egyébként tényleg, amennyire igénytelenül van megcsinálva, pont ez benne a nagyon igényes, hogy... A másik meg, hogy maga a dal egy koncerten totálisan másképp szól, mert másképp jön át, úgyhogy ennyi. Ugyanakkor, ha már a dalról is beszélünk, akkor azt meg kell jegyezni, hogy ez szerintem szerencsére messze a leggyengébb, nem tudom, hangzásban mindenképpen gyengébb, mint az eddigi Long Story Short anyagok, meg, hogy mondjam, tehát nekem ez picit olyan tinglitanglibb és cukrosabb is, mint amiket eddig láttunk tőlük. Azt, hogy a hangzásra az lehetette a vállalat, az elhatott-e a hangzásnak, a változásának a hátterében, hogy tényleg az új körülmények között rosszabb stúdióban kellett felvenni, vagy éppen otthoni felvétel volt, akkor ennek meg ez egy nagyon jó a minősége, de minden esetben rosszabbul szól, és igen, ez tényleg inkább az az ugrándozós Blink 182 Sum 41-os pop-punk vonal, de amiben ők elindultak, vagy ahogy mondjam, amiket én először hallottam tőlük, azért azokban több volt picit a Kraft, meg a 21. század, mint a 20. értitek. És egyébként tehát erre tök jó válasz az is, hogy nem ezt tervezték eredetileg, és nem így tervezték eredetileg, és szerintem a helyzetnek tökéletes megoldása, de azért reméljük, hogy ez nem egy új irány, hanem inkább tényleg a nem annyira jól sikerültebb dalokat, vagy dalt hallottuk most, és az album csúcsa még hátra van. És van egy szintén egy másik klipünk, ami már nem a karantén videó sorát erősíti, milyen kár. A fiúk hozott egy új dalt, a Vártam rád címmel. Figyelj, megmutatom, nézd! Bam! Oh yeah! ők is készülnek egy új EP-vel, amit én így tudok, hogy elég rendesen keresztül húzta a számításaikat ez a szarszitu, ami most van, de ennek ellenére ők hoztak egy rendesen összevágott, profin kidolgozott klippet egy nagyon erős popdalra, mert szerintem ez popdal, amúgy. Sőt, annak is a cukormázasabbik verziója. Az a helyzet a fiúkkal, komolyan mindig úgy vagyok, hogy így rápattintok a dalra, meg a klipre, és így tudod, hogy annyira nem az én stílusom. Olyan szinten nem hallgatok ilyen jellegű popdalokat, mert tényleg pont nekem, bocsánat, hogyha egy nagyon izen nem kéne, kicsit ez a tűlszoknyás pop, ilyen cukormázzal leöntve, és viszont, és akkor most itt visszatérek, mindig sikerül bebizonyítaniuk, hogy az egész történet, hogyha meghallgatod kétszer-háromszor föl, tehát hogyha nem, mondjuk nem vagy a műfaj nagy szerelmese, akkor hihetetlenül faszán össze van rakva ez a dolog. És ez így klippel, meg hihetetlenül jól működik. Úgyhogy az egyszer, hogy engem a fiúk mindig, tehát mindig van bennem egy ilyen jaj, nagyon cukor, és a végére megkinnak benni. Nyilván nem leszek nagy szerelmese a stílusnak, de mindig meg tudnak venni. És ez megint látszik, hogy
hogy iszonyatos nagy munka van benne, iszonyatosan jól oda teszik magukat, és maga az egész klip úgy, ahogy van, tényleg kerek, barom jó ez a táncos történet, ugye nagy Katica táncol benne, tök jó az egész. Szóval mindig meg tudnak venni, annak elmondom, hogy az elején mindig van egy ilyen, aztán utána meg hoppá, hoppá, hoppá. Ja. Nekem végig az járt a fejemben, és Bence, te ismered a dobost, úgyhogy majd segíts, hogy mi van, hogyha ezt komolyan gondolják. nem, viccelek. Én úgy vagyok a fiúkkal, és lehet, hogy ezzel árulok el így mindent, vagy ezzel tudom legjobban leírni a viszonyomat ezzel az együttesen, hogy amikor az ő klipjeiket nézem, inkább azt mondom, hogy amikor a zenéket hallgatom, vagy így találkozom velük, akkor egy picit sajnálom, hogy nem lehetek egy lány, hogy rajongjak ért. Tehát olyan jó lenne értük rajongni, tehát olyan nagyon fel vannak építve, nagyon jó a hangzás, nagyon jó a stíl, tehát olyan végignézel rajtuk, és így férfiként, vagy fiúként így azt mondod, hogy na. De olyan úgy vágynék, tehát hogy érzem, hogy ez így nem nekem szól, de tök jó érzés lenne, hogyha nekem is szólhatna, vagy hogy most értitek, nyilván elkozom, megsarkítom ezeket a dolgokat, de egyszerűen annyira működik, és már nyilván azzal az együttes névvel, hogy fiúk, már be van pozícionálva az egész. És egyébként egészen véletlenül a Nagy Katicát is ismerem, egészen fiatalkorom óta, és egy nagyon jó színésznő is egyébként. Pár éve végzett a színműn, úgyhogy ő is egy kellemes meglepetés volt, és nagyon jó is a klip, és ennyi, nem kell semmi extra hozzá, egyszerűen az ő kis saját sípszómágnesüket, vagy mi a sípszómágnesüket kivillantják a klippekbe, Katica meg ott táncol, hogy nekünk is legyen értelme megnézni a klipet, szerintem ez tényleg nagyon jól sikerült. Több megállapításom is lenne. Egyrészt, Bence, te mikor lettél konzervatív és szexista? Szerintem így a bezártság alatt. Karantén előtt nem ilyen volt. És már, és még az sem hangzott el itt, hogy 21. század. Igen. Én egyébként, hát, tehát hogy én ismerem a zenekart személyesen mindenkit, és egyrészt iszonyatosan jó zenészek, amiket ti is mondtok, hogy ez így rohadtul hallatszik, hogy tényleg az utolsó hangi minden nagyon jól össze van pakolva. És én amúgy nem tudom, tehát hogy azért szerintem ez a zene annyira nem cukros, amit főleg annak lehet köszönni, hogy Bence az énekes, ő írja a szövegeket is, amennyi ezt lehet tudni, és hogy eszetlen jó szövegeket ír. Ez egy tényleg egy popdal, de hogy így többször végighallgattam, és az ugrott be, hogy én nagyon örülnék, hogyha ezt játszanák a rádió. Ja, ezzel egyetértünk. Ezzel egyetértünk. Nagyon ezt kéne játszani a rádió. Nekem is annyira pop ez csak, mint mondjuk egy Jamiroquai, vagy egy lazább Mörk. Igen. Viszont sokkal szimpatikusabb arccal. Erre most nem kérdezek rá, hogy Jamiroquaitól vagy a Mörktől, úgyhogy... De igen, de tehát, hogy ez így popzene, de azért nagyon sok olyan zenei megoldás van benne, amire így felkapod a fejed a közepénél ott arra a dobos kiállásra például, meg ami úgy végig történik a dalba, azt úgy sokszor az is, aki tényleg így folyamatosan zenét hallgat, az is azt mondja, hogy azt a kurva, ez mennyire jó meg van csinálva. De figyelj, de halló, Bencém, ez tökre így van, ezzel én is így értek, csak amit viszont Penke Mester mondott, tényleg ez a vizuál, ránézel a fiúkra, érted, és akkor nyilván ez inkább nem feltétlenül öreg punkrockereknek szól, szóval ilyen szempontból igen, de zeneileg, és mondom, pont zeneileg vesz meg például engem, aki egyébként a stílust, meg ezt a mondjuk vizuális világ nem feltétlenül az enyém. Titkos mappába kell tenni a lejátszási listánkon. Ott van, csak nem mutatod meg a haverjaidnak, hogy hallgatsz ilyen. Ja, igen. De ha ez vigasztal, szerintem nem ti vagytok a célközönség. Az biztos. Igen, ugyanúgy, ahogy a Sorbonne se rád vágyik feltétlenül Rolex, szerintem a fiúk sem.
Köszönöm! Igen, így van. Egy kicsit komolyabbra kell most vennünk így az adás végére a témát, mert hogy amikor ezt felvesszük, az október! De szép lenne. Innen tudjátok, hogy Nyíregyházában borongós az ilyen. Eljött az ősz Szabolcsba. Tehát május 15-e van, és tegnap kiment egy petíció, nagyon sok zenész elkezdett zenélni hashtaggel posztolni. A Music Hungary-nek a menedzsment szakosztálya kidolgozott egy tervet, vagy hát javaslatcsomagot nevezzük így, ami arról szól, hogy hogyan lehetne ennek a koncertmentes időszaknak szépen fokozatosan véget vetni, mert hogy úgy tűnik, legalábbis az jön le a médiával és minden felől, hogy valahogy így elfelejtkeznek a döntéshozók a zenéről, és még lagzizni lehet már, illetve már még nem lehet, de júniustól lehet lagzizni, lehet strandolni, strandon koncertezni pedig nem. És itt szó van benne arról, hogy fokozatosan kellene visszaengedni az embereket kisebb rendezvényekre, mert hogy, amiről mi is többször beszéltünk már, hogy valóban úgy néz ki, hogy a szakma egy elég komoly, nem is tudom, komoly károkozás után kell, hogy felálljon. És egyrészt engem most ezekkel a kapcsolatban az lepett meg leginkább, nem tudom, hogy ti mennyire követtétek, de hogy az embereknek mennyire távol állnak a zenétől és a zeneipari részétől, és szerintem ez a legfontosabb az egészben, hogyha nem is lesz belőle semmi, de hogy megpróbálni felhívni a figyelmet arra, hogy ez valóban ugyanúgy egy munka, mint egy péki. Nem tudom, hogy találkoztatok-e, vagy a ti környezetetekben van-e olyan, aki ezt máshogy értelmezi, mondjuk. Nem tudom, Bence, mondod, vagy mondjam? Kérlek, mondd te. Mondjam én, úristen, az a helyzet, hogy ha most erről nagyon szeretnék beszélni, akkor ez a műsor körülbelül háromszor olyan hosszú lenne, mint amit eddig. De félretéve a tréfát, ugye ez egy nagyon érdekes fölhívás, nagyon sok szempontból. Ugye az előző adásokban beszélgettünk már hasonló jellegű témákról, hogy mikor lehet újra koncertezni, hogy lehet újra koncertezni. Amit a felvezetőben mondtál, tökéletesen egyetértek, hogyha engedélyezett például 200 fős lakodalom, akkor elég nehezen tudom azt, mondjuk például nem, hogy mondjam, elég nehezen tudom azt feldolgozni, hogy mondjuk egy strandon, most strandról beszélgetünk, nem a robotnak, vagy akár még ilyen kis szűk helységének a zárt teréről, hanem mondjuk egy nagy nyílt területen, és nem fesztiválról beszélgetünk, hanem egy szellős történetről, ott miért nem lehet élő zenét bármilyen szinten sugározni. Szóval ez nekem bevallom őszintén nem mondja meg senki, hogy mi a különbség egy lagzi, ahol mondjuk két méterre tőlem Józsi bácsi fröccsög a húslevesével bele a képembe, vagy mit tudom én, állunk a strandon, lötyögünk ott júliusban a napban, és akkor egy árnyékban, egy színpadon valaki zenél élőbe. Szóval nekem nem mondja a kettő közötti különbséget. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Amit a zeneiparról mondtál, hogy megfeledkeznek róla, hát elég ugye arról, amiről már szintén a múltkor beszéltünk, hogy 50 napnak kellett ahhoz eltelnie, hogy egyáltalán bármilyen döntéshozói szinten legalább céldátumot meghatározzanak arra, hogy ők most jelen állás szerint hogy látják azt, hogy a tömegrendezvényekkel, bármilyen zenés rendezvényel mi a helyzet. Ami szintén fontos, és akkor nem akarom itt túlhúzni a történetet, de kicsikten tény, ugye szerintem, amit én most látok, a fő probléma az, hogy nagyon sok a bizonytalansági faktor. Nem tudjuk továbbra is, hogy ez pontosan mikor, milyen intenzitással, mennyire könnyen, mennyire nehezen, így úgy amúgy elképesztő információ áradat zuhant ránk itt az elmúlt fél évben. Egyik nap megjelenik egy cikk A-ról, utána másik nap B-ről, annak teljesen ellentmondó, szóval ilyen szempontból nehéz.
Érdekes az a kidolgozás, hogy igen, ahogy egyébként Spanyolország esetében is szintén beszéltünk róla, hogy szépen lassan el lehet kezdeni nézni, hogy akár ilyen föloldott, könnyebb, lazább helyen ez hogy működik, működik-e egyáltalán. Tehát nyilván ezt el kell indítani, hogy mikor, azt egyébként bevallom őszintén nem tudom nektek megmondani, június, július, fogalmam sincs, de nyilván az nehezen véthető álláspont, hogy mondjuk egy nagy esküvő mehet, de mondjuk mit tudom én, egy egyébként szellősebb helyen se játszhatnak egyáltalán élőzen. Szerintem egy tök jó megoldás lenne, hogyha itt a szükséges, a hasznossal összekötnék az emberek, és akkor az eddig elmaradó esküvők, illetve az eddig elmaradó koncerteket így össze lehetne kötni, és akkor nem tudom, a Brains lehetne a mennyasszony táncon, az Iron Mafia pedig a nyitó táncnál, és akkor ilyen esküvők körében megtartott lagzik. Nagyon, nagyon összetett ez a probléma, ugye? És nyilván ez egy tematikus adás, meg tematikus online magazin a zenével kapcsolatban, de azért ezt mindenképpen mellé tenném, hogy itt nem csak a zenészek, hanem a szórakoztató iparon belül és az előadó művészeten belül sokkal, de sokkal több mindenki ugye került nagyon hasonlóan partvonalra, és talán még kevesebb megjelenési fórummal, amiben elmondhatná az ő problémáit, szempontjait, illetve még a nem szórakoztató ipar, illetve a szórakoztató iparon túl is nagyon sok mindenki került, nem tudom, nehéz helyzetbe, fuvarozók, piacosok, piacozók, turizmus vendéglátásban dolgozók, tehát azért nagyon-nagyon sok mindenkit érint ez a szakma, vagy ez a nagyon sok szakmát érint ez a probléma. És habár ugye azért érkeztek ilyen-olyan segítségek innen-onnan, olyan nagyon hátradőlni egyik veszélyeztetett szakmának a képviselői sem tudnak. A zenészek ráadásul szerintem most még társadalmi megítélésben még kettősebb helyzetben vannak, mert egyrészt én, mint átlag állampolgár, egyrészt ott vannak a kis kedvenc szeretett együtteseim, azok, akiket az ígéretes titánokon olvasok, meg követek, és akiknek elmegyek a koncertjeire 30-40-et magammal, ők semmiből sem fognak meg. Tehát ők vagy hazaköltöznek apához, anyához, vagy könyörögnek az albér, vagy a főbérlőnek, hogy ne kelljen fizetni, és ugyanakkor én átlag állampolgár pedig látom azt, hogy hányan vettek fel Artisiustól külön támogatást, és akkor ez most már egy másik téma, de hogy nagyon fura ugye ez a Zenélnék kampány is, vagy Zenélnék dolog is elvileg így összhangba kéne kovácsolnia ezt az egész zenész társadalmat, vagy a teljes hátrányosan érintett társadalmat, hogy együtt vagyunk ebben a dologban, most nekünk, nem tudom, közösek a céljaink, de aztán meg tudjuk nézni, hogy kik azok, akik, nem tudom, 150-200 ezeres támogatást vettek fel, és vele ugyanúgy együtt akarnék-e én zenélni, hogyha tudom, hogy nekem is juthatott volna támogatás, hogyha nem az az ember veszi el tőlem a pénzt, aki már koncertezett sokat. De kicsit kusza voltam, de biztos értitek, hogy mire akarok kiukadni, még akkor is, hogyha nem értetek vele egyet. Ez szerintem az a része, az egy teljesen más, és én azt így nagyon nem szívesen keverném ide. Egyébként, tehát, hogy nem, ott én egyáltalán nem értem ott a felháborodást, megmondom őszintén, és fogalmam sincs arról, hogy miért kell megkövezni embereket, akiknek segítséget nyújtanak, és ő nem azt válaszolja rá, hogy nekem nem kell. És ez a Zenélnék kampány viszont pont azokra vonatkozik, főként, meg háttéremberekre, mert hogy erről van szó, hogy rengetegen szerintem nem látják, hogy ez nem arról az öt emberről szól, aki kimegy a színpadra játszani, hanem nagyon-nagyon sok emberről, akik az infrastruktúrát működtetik, akiknek ugyanúgy nincs bevételük. És ez az egésznek a lényege, hogy még valóban más szakmákban is óriási gondok vannak, más szakmáknál valamiért fokozatosan elkezdték a feloldást. És elkezdték azt mondani, hogy lehet vendéglátóhelyre menni, lehet a turizmust egy kicsit pörgetni, szépen lassan. És a zenészek és a szakma nem azt kéri, hogy adjanak nekik apró pénzeket, amik felett majd acsarkodhatnak megint,
és majd jól megírja az összes bulvár, hogy ki kire köpköd, hanem ők dolgozni szeretnének. És hogy erre próbáljunk meg valami megoldást találni, és szerintem ez egy tök jogos kérdés mindenkinek a részéről. Teljesen jogos felvetés. Mondom, pont akkor most tényleg harmadjára is behozom a lakodalmas történetet például. Nyilván most, hogyha így nagyon, bár mondom, ugye nem vagyunk virológusok, sem járványi szakértők, ahogy sokan mondták, hogy ne legyünk virológusok, és ne legyünk járványügyi szakértők, de ugye nekem csak így, mit tudom én, zárt hely esetében, tehát mondjuk egy ilyen beltéres történetben, ugye a koncerteknél, mit tudom én, elfogyasztasz néhány finom italt, és amikor már kicsit be vagy jobban zsibbadva, akkor a távolságtartás az éppen nem feltétlenül megvalósítható az egyén részéről, de attól függetlenül például, mondom, kültéri rendezvényeknél, főleg nyáron, mit tudom én, július közepétől megnézni egyébként egyáltalán, hogy működik ez a dolog. Van-e ráció benne? Van-e rá foganat? Szerintem érdemes nyilván ezen is elgondolkozni. És amit Bodó mester mondott, tökre igazad van, amit már szintén az előbb is mondtam, hogy itt 40 ezer emberről van szó. Egyébként azt megint ne felejtsük el elmondani, hogy a fesztivál szezon elmaradásával a GDP akár 1%-áról beszélgetünk, és egyébként meg 40 ezer ember munkahelyéről, és ezek közül ebből a 40 ezer emberből ugye a főleg túlnyomó többségében a háttéremberekről van szó, akik tényleg nullán vannak két hónapja, és akár augusztus 15-ig elvileg nullán is lennének. Úgyhogy igen, ez egyébként igen, egy picit nehéz kérdés. Személy szerint azt mondom, hogy csak óvatosan, viszont tényleg, tehát hogyha itt beleállnak bizonyos dolgokban, hogy itt ott, tehát most nem azért, ha egy állatkertet meg lehet nyitni, vagy egy nem tudom én mit, akkor nem hiszem el, hogyha megnyitnak egy strandot, és ott lehetséges egy színpadot felállítani, akkor miért nem szólhatna élőzene még a strandnál, szóval erről ennyi. Így van, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ti, akik nézitek, azért így ezekkel tisztában vagytok, és támogatjátok a zenészeket, amennyire tudjátok, ha pedig szeretnétek majd, hogy a lagzitokról kritika szülessen, vagy beszámoljunk róla, szóljatok nyugodtan, mert ráérünk, van felületünk. Úgyhogy ha megír, Penke mester megírja, hogy milyen volt éjfélkor a töltött káposzta, milyen volt a mennyasszonytánc és hasonló. Mi továbbra is jövünk majd ilyen műsorokkal, vagy talán kicsit komolyabbakkal is. Nem. Nézzetek minket! Ezek az elköszönések! Ezt most újra kéne mondanom mi. Hogyha nektek fontos a zene, akkor amennyire tudjátok, támogassátok az ebben dolgozókat. Mi lagzi kritikákat vállalunk a nyár folyamán. Örömmel! Kövessetek minket mindenféle platformon, Facebookon, Instagramon, YouTube-on, ahol csak tudtok. Jövünk új adásokkal. Szevasztok! Hello, sziasztok! Ciao, ciao!